Tegnap kezdődött el az ENSZ klímacsúcs konferenciája Azerbajdzsánban, Bakuban, ahol ugye közel 200 ország képviselőjét várják, és hát ugye egy ideiglő hasonlattal trópusi viharként kezelték Donald Trump újraválasztását, aki hát annyira nem hisz ebben a klímaváltozás dologban, mint amennyire kellene. Bart István klímapolitikai szakértővel, a Klímastratégia 2050 intézet vezetőjével beszélgetünk erről. Jó, milyen változás hozhat ez a klímacsúcs? Hát elérhetünk-e arra a szintre, hogy tényleg ebben a vezető világhatalmak, vagy a politikusok és vezetői hisznek ebben, és hogy ezért tesznek, és hogy igen, akkor mit kellene tenni? Hát a klímacsúcsok ugye már idestova 30 éve zajlanak, és valóban vannak olyan klímacsúcsok, amikor nem túl sok minden történik, ez is egy ilyen lesz, de vannak nagyon sorsfordító hatásúak. Tehát például a 2015-ös párizsi klímacsúcs az egy jelentős átrendeződést hozott, és elindította a világot egy olyan pályán, aminek köszönhetően most már azt tudjuk mondani, hogy a 2100-ra várható melegedés mértéke az mondjuk nem 4 Celsius fok lesz, hanem mondjuk 2,8. Ez még mindig sokkal több, mint amit a párizsi csúcs ugye kitűzött, ugye ezt a másfél-uszka 2 Celsius fokos célt, de egyértelműen van egy eredmény, és ez nagyon nagy részt ennek a nemzetközi együttműködésnek az eredménye. Tavaly a dubai csúcson született egy megállapodás arról, hogy ugye, hogy el kell távolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól. Hát ezt mindenki tudja már évtizedek óta, de nagyon nagy dolog volt, hogy az ENSZ-ben, ahol ott ülnek egyébként az olaj- és gáztermelők is, ezt kimondták. Hasonlóan ugye megállapodtak arról, hogy meg fogják háromszorozni a megújuló kapacitásokat 2030-ra. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy nagyjából tartható, vagy egy kicsit kell még erőlködni, de ez egy reális cél. Tehát nagyon sok minden történik ezeken a klímacsúcsokon, amik nagyon fontosak a világ megmentése szempontjából. Tény, hogy egyébként az emberek gyakran úgy érzik, hogy igazából itt nem történik semmi, mert valóban nincs olyan, hogy akkor most egy kötelező célt mindenki elfogad, hogy akkor nem tudom, mindenki ennyivel vagy annyival csökkent, és aki meg nem teljesíti, arra meg az ENSZ ráküldi az ENSZ hadsereget. Tehát nincsenek ilyen jellegű változások, kicsit nehezebb átlátni, mi történik, de valójában ezek nagyon fontosak. Ezen a csúcson most Bakuban alapvetően arról lesz szó, a legfontosabb kérdés az az, hogy mennyi klímafinanszírozást adjanak a fejlett országok a fejlődő országoknak. Itt ugye ez a világ a klíma szempontból eléggé megoszlik, ugye vannak azok, akik nagyon nagy kibocsátásokkal rendelkeznek, ezek a gazdagabb, jómódú országok, őnekik az a fontos, hogy azon dolgozzanak, azon működjenek együtt, hogy hogyan csökkentsék a kibocsátásokat. Viszont az olyan szegény országok, mint a Afrika déli része levő országok, nekik nem nagyon vannak kibocsátásaik. Őket az érdekli, hogy kapjanak pénzt arra, hogy megbirkózzanak a szárazságokkal, az árvizekkel, a hurikánokkal és mindazokkal a környezeti katasztrófákkal, amiket ugye az a klímaváltozás okoz nekik, amit nem igazán ők okoztak, hiszen ugye nincsen kibocsátás. Sokabban érinti őket, tehát mindig őket érinti a legjobban ez a klímaváltozás, tehát nekik kellene a legfontosabb segítséget nyújtani a fejlett országokban közben. Mennyire árnyékolja be ezt a mostani konferenciát Trump újraválasztása, illetve mit jelent, amikor a sajtó arról beszél, hogy ugye a párizsi klímaegyezményből ő egyszer már kiszállt, és most sokan azt találgatják, hogy az ENSZ 92-es éghajlatváltozási keretegyezményéből is ki akarna szállni, ami ugye azért lenne nagy probléma, mert oda csak szenátusi jóváhagyással lehet utána visszajönni, ami az amerikai megosztottság miatt most nagyon nem úgy tűnik, hogy megvalósulna, és így az egyik legnagyobb kibocsátó semmilyen részt nem vállalna a klímapolitikából, a diplomáciának nem lenne a része. Hát így van, tehát hogy ez az egész Trump választás, ez egy nagy csapás ennek az egész klíma folyamatnak. Azt mindenki biztosra veszi, hogy ugye magából a párizsi egyezményből ki fog lépni, annál is inkább, mivel ugye ezt annak idején ebbe csak egy elnöki jóváhagyással léptek be. A keretegyezmény, a 92-es keretegyezmény egy sokkal súlyosabb dolog, hiszen gondoljunk bele, hogy ez azt jelenteni, hogy akkor attól fogva az Egyesült Államok például nem jelenteni a kibocsátásait az ENSZ-nek. Tehát nem lenne egy olyan képünk arról, hogy mennyi kibocsátás van a világon, tulajdonképpen egy hivatalos képünk, nem lenne együttműködés nagyon sok technikai, tudományos kérdésben, tehát ez egy nagyon nagy csapás lenne. Hát reméljük, hogy ez nem fog megvalósulni.
Még egyelőre nem. Ha Amerika tudjuk. Nem jelenti, akkor máshonnan ilyen információkhoz nem is lehet hozzájutni? Hát nyilván Amerika saját maga készít, feltehetőleg, hát nem tudjuk, hogy mit fog csinálni a Trump, lehet, hogy úgy dönt, hogy akkor ne is számoljuk a továbbiakban a széndioxidot, mert végül is nem érdekes, vagy hát ugye az üvegházgázokat. Reméljük, hogy azért ez nem lesz, és úgy valamennyire tudogatni fogjuk, hogy mi történik, de ez az ENSZ keretegyezmény az a folyamat, amin keresztül tudjuk, hogy mennyi üvegházhatású gáz bocsájt ki a világ évente. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos egyezmény. Ugye a párizsi megállapodásban ugye az arról szól, hogy önkéntes vállalásokat tesznek az államok arra, hogy mennyivel fogják csökkenteni a kibocsátásaikat 2030-ra, 2050-re. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ez a folyamat, amin keresztül tulajdonképpen az államok egymást erősítik. Ugye Amerika azt mondja, én ezt vállalom, akkor Kína azt mondja, hogy jó, akkor én meg ezt, és akkor ketten oda mennek mondjuk, nem tudom, Indiához, és azt mondják, na akkor te is vállaljál valamit, és így tulajdonképpen egymást próbálják egy kicsit biztatni az államok ebben a folyamatban, és hogyha Amerika nincs ott, akkor ez sokkal gyengébb lesz. Ezzel együtt ugye az a fajta zöld átmenet, amit most látunk a világban, és ami tényleg egy dráma, olyan gyors átalakulás, tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk a napenergia, ugye most az év végén 30%-kal több napenergia kapacitása van a világnak, mint az év elején. Tehát, hogy hihetetlenül gyorsan nő ez a dolog, és alapvetően noha nagyon sok állami támogatás is van ebben, de alapvetően azért történik ez, mert a napenergia a legolcsóbb és a legegyszerűbb áramtermelési forrás. Tehát manapság már szinte mindenhol nap vagy szélenergiából termelik ugye az új kapacitások azok ebből keletkeznek, hogy Magyarországon is így van. Tehát, hogy gyakorlatilag ahogy mondani szokták, a gazdasági fundamentumok már, tehát a pálya már tulajdonképpen abba az irányba lejt, hogy a világ át fog állni a megújulókra. Azért hál' Istennek vannak olyan politikusok, akik hisznek a klímaváltozásban, és elhiszik, hogy ezek a hihetetlen viharok, áradások, árvizek, azok nem a semmiből jönnek, és nem deepfake, és nem csak videókon látjuk. Például Emmanuel Macron, francia elnök, ugye pont ezt a nemzetközi összefogást hangsúlyozza, hogy mindenkinek együtt kell tenni. Ebből mi valósulhat meg, hogyha például egy amerikai szintű ország ebből kiszáll? Hát, igen, ez egy nagyon nagy kérdés, mert ugye a párizsi megállapodás is azért született meg, mert előtte, még mielőtt a nemzetközi folyamatok elkezdődtek volna, Kína és Amerika megegyezett abban, hogy mi lesz a kulcsa. Ugye ők ketten együtt adják a világ kibocsátásainak majdnem a felét. Tehát, hogy igazából itt az a nagy kérdés, hogy Kína és az Egyesült Államok miben állapodik meg, és akkor utána jön a világ többi része. Tehát én azt gondolom, hogy ez ugye most Bakuban is probléma lesz, hiszen nyilván az Egyesült Államok nem lesz képes klímafinanszírozási ajánlásokat tenni, noha ugye az ő részesedésük lenne ebben a legnagyobb, tehát hogy nekik kéne a legtöbb pénzt, hogy mennyiségű forrást biztosítani, de jövőre, amikor arról lesz szó, hogy hogyan erősítsük meg azokat a kibocsátás csökkentési vállalásokat, amiket eddig tettek az országok, azért, hogy tényleg elérjük ezt a bizonyos dekarbonizációt 2050 utára, hát ott megint csak nagyon nehéz lesz az, hogy nincsenek ott az amerikaiak, és ők nem vállalnak semmit. Ugye Orbán Viktor is megérkezett, vagy megérkezik ma Azerbajdzsánba, és fel is fog szólalni a klímacsúcson. Ugye Európa egy elég nehéz helyzetben van most egyrésztről a trumpi újraválasztással és a belengetett védőmámokkal, és a versenyképességi hátránnyal, amit főleg ezek után Amerikával szemben és Kínával szemben elszenved, és ugye a magyar miniszterelnök általában úgy fogalmazza meg, hogy azok a zöld célok, amelyeket nagyon erőltetett ütemben az unió szabályozóként elfogadtatott, az mintha ellentétes lenne ezekkel a versenyképességi célokkal. Ilyen szempontból Európa részéről mi várható, feloldhatók-e ezek az ellentétek, amit a magyar kormány feltelebben hangsúlyoz? Hát én azt gondolom, hogy ugye az EU-ban is kezdenek megvilágosodni abban, hogy azok után, hogy az Amerikai Egyesült Államok elfogadta ezt az Inflation Reduction Act-et, ami óriási mennyiségű pénzt pumpált a zöld gazdaságba, és ugye a kínaiak évek óta hihetetlen mennyiségű forrással támogatják a zöld gazdaságot, hogy ezért van az, hogy a kínai elektromos autók, napelemek, hőszivattyúk, szélturbinák mind nagyon olcsó, és ugye ez nagyon erősen hajtja az átalakulást, tehát hogy itt tulajdonképpen
az Európai Uniónak is fel kell zárkóznia, és ugye nagyon sok pénzt kéne elkölteni, sokkal többet, mint eddig a zöld átmenetre, nem csak ugye az adott beruházások, tehát nem csak a termékek megvásárolására, hanem az iparfejlesztése is. Ugye ezt mondta, volt ez a Draghi-féle jelentés korábban az év során, ami pontosan ugye többek között erről szólt. Tehát az EU-nak az a feladata, hogy megtalálja azokat a pénzforrásokat, amikkel fölveheti a versenyt az Egyesült Államokkal vagy Kínával. Uh-huh. Ami azért nem lesz könnyű, mert ugye az EU-nak a közös költségvetése az nem egy olyan sokkal, hogy mondjam, kisebb és erőtlenebb. Hát meg széttartóak a döntéshozatali pontosan, folyamatok. Tehát nem biztos, tehát nem hogy igen, így van. Igen. Azért ez a matek nekem itt nem tűnik annyira bonyolultnak, tehát hogyha a klímapolitikára nem fordítunk figyelmet, és nem fontos a klímaváltozás, akkor a gazdasági érdekek is sérülnek, hiszen rengeteget kell költeni. Árvíz van, a viharok vannak, bármi, hogy ez a kettőt nem rakják össze, és hogy nem veszik figyelembe azokat a gazdasági érdekeket, amik ugyanúgy ezeket befolyásolják ugye a klímaváltozás következményei? Akár Amerikában, akár Magyarországon, és hogy milyen konkrét eszközöket lehet bevetni. Hát igen, ugye ez, tehát valóban lehet egy ilyen egyensúlyt tenni, hogy mekkora károk jelentkeznek, de ugye azok a károk, amik jelentkeznek, azok nagyon, tehát mit tudom én, jön egy tornádó Floridában, vagy egy hurikán Floridában, ugye az nagyon nagy részt a magánemberek házait fogja tönkretenni a biztosító. Tehát ez egy másik oldala jelenik meg, mint azok a költségek, amiket meg az államnak kell kifizetni. Nyilván vannak ezzel állami költségek is. Meg hát ahhoz, hogy több pénzt töltsünk ebbe a dologba, ahhoz adókat kell fizettetni. És ugye ez nyilván nagyon nehéz emberekkel elfogadtatni azt, hogy többet fizessenek. Egyébként nagyon érdekes a látni a számokat, hogy most ugye kb. Olyan 100 milliárdot költ a fejlett világ, kb. 100 milliárd dollárnyi segélyt ad a fejlődő országoknak a klímaváltozás elleni harcra. Itt Bakuban az lesz a kérdés, hogy mennyi legyen az az új vállalás, vagy az új összeg, magasabb összeg, amire szükség van. Ugye itt különféle tételek vannak, 400 milliárd, 1000 milliárd, 2000 milliárd, de azt kell látni, hogy ez a pénz, ez még mindig ugye viszonylag kevés, hogyha az egész világot nézzük. Ugye a világ tavaly kb. 2500 milliárd dollárt költött hadi kiadásokra. Tehát tankokra, puskákra, stb. Most, hogyha arra gondolunk, hogy a klímaváltozás pontosan ugyanolyan módon veszélyezteti a jövőnket, a biztonságunkat, az egészségünket, mint ezek a háborúk, akkor tulajdonképpen nem tűnik ez az 1000 milliárd egy olyan nagyon nagy összegnek. De sajnos az a helyzet, hogy mindezt valahol a választóknak kell kifizetni. És azért az látszik, hogy az Egyesült Államok, ugye pont most tapasztalhattuk, hogy a Covid nyomán jelentkező hatalmas nagy hitelfelvételek és gazdasági tőkeinjekciók oda vezettek, hogy kialakult egy infláció, amit ugye megtoroltak a választók. Tehát nagyon kell vigyázni azzal, hogy mit csinálunk. Ugye erre mondta Juncker, aki ugye rég korábban az Európai Bizottság elnöke volt, mondta, hogy mindannyian tudjuk, hogy mit kell tenni, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan fognak minket újra választani azok után, hogy megtettük ezt. Bart István, köszönjük. Köszönöm szépen.